Itt van a kamera, vagy néz, a kamera láttam. Igen. Szia. Szia kamera. Némileg megilletődött a kamera jelenlététől a 9 éves Barnabás. A kisfiú sok időt tölt a számítógépe előtt, szinte soha nem hagyhatja el szülei szexárdi házát. Születése óta ugyanis rendkívül ritka és súlyos betegségekkel küzd. Édesanyja köldök zsinórja előbb a nyakára tekeredett, majd a világra jötte után kiderült, a kézfején több ujjacska van, mint a legtöbb embernek. Az igazi trauma viszont mindezek után érte a családot. Hosszas, éveken át tartó vizsgálatok után kiderült, a fiú egy alig ismert betegséggel, a Bardet-Biedl szindrómával küzd, ami gyógyíthatatlan, és mások mellett a belső szervek fokozatos leállásával jár, valamint az idő előrehaladtával teljes vaksággal. A betegség egyes tünetei szakaszonként jelentkezik, magas vérnyomás, cukorbetegség, értelmi érintettség, tanulási zavar, ivari éretlenség. És akkor itt jön a retinapigmentáció, és máj és veselégtelenség. Tehát a veselégtelenség 98%-ban végzetes ezeknél. Barnabás állapota napról napra romlik, és bár családja, valamint az őt kezelő orvosok és szakemberek mindent elkövetnek, mégis tehetetlenek a fiú lassú leépülésével szemben. A szüleinek többen is azt mondták, mondjanak le róla. Ők viszont erre nem hajlandóak. Amerikában létezik egy kísérleti módszer, ahhoz viszont, hogy a család részt vehessen benne, május végéig 60 millió forintra lenne szükség. Ennyi pénzük nincs, ezért segítséget kérnek. Hát van egy kedvenc mesefigurája, Bendy, és az ő történetét meséltük, és egyszerűen csak nekünk szegezte a kérdést, hogy fájni fog, ha meghal, mit fog érezni? Azt se tudtuk, hogy mit akar. Meg, hogy ugyanúgy fogjuk-e ölelni, mint most. Tehát ez volt az első, ami azt mondta, hogy nincs miért, és fel kell vállalnunk, és akár szígyen, akár nem, de segítséget kell kérnünk. A család alapítványt hozott létre azért, hogy májusig megpróbálják összegyűjteni az amerikai személyre szabott génterápia elkezdéséhez szükséges 60 millió forintot. Jó szándékú emberek eddig már utaltak nekik néhány millió forintot, ez viszont még nagyon kevés Barnabás gyógyulásához. Pedig a családnak ez a terápia jelenti az utolsó reményt.